Mindent elöntött a víz 2001-ben, amikor a Beregi térségben Tarpánál átszakadt a gát. Az elmúlt 20 évben 130 kilométeren erősítették meg a töltést, és építettek ki árvízvédelmi rendszert annak érdekében, hogy ne történjen újra ilyen katasztrófa. Most újabb fejlesztés indul, mondta a 35 perc című műsorunkban Dajka István, a Feti Vízik osztályvezetője. Új árvíz számítási módszerek, szimulációk, ugye jöttek 10 után, lehetőség nyílt rá közösen az ukránokkal, ukrán szakemberekkel, újabb számításokkal, elemzésekkel arra lyukadtunk ki, hogy ez a régi mértékadó szint az már alacsony, és ennél magasabb szintek várhatók. Ezt törvénybe foglalták 13-tól, és ez a fejlesztés erre irányul, hogy ezt építsük tovább, ezt a korábbi fejlesztést magasítsuk, és a 19-ben záródó két projekt, Tisza Becstől Tiszakóródig, illetve a Tivadari híd környékén, ezeknek a folytatásaként, mintegy összezárva az országhatártól, Tiszabecstől, illetve Tarpától kezdődően Gulácsig, illetve Kisarig a töltés ki lesz építve, beleértve a túl alsó 11 kilométeres töltés szakaszát is, ahol a Tisza visszaduzzaszt nagy árvízkor. A szakember elmondta, az 1998-as állapotokhoz képest már 3 métert emeltek átlagosan a töltésen, a most induló programban pedig további 1,5 méterre lesz magasabb a töltés. A fejlesztésnek egyébként más elemei is vannak. Az integrált vízgazdálkodás elmélete, illetve elve, ezt megköveteli tőlünk, és ezek a vizsgálatok, amit említettem, hogy a ukránokkal közösen vizsgálódtunk, ez ugye a klímaváltozásra is kiterjed, és az pedig ugye azt is jelenti, hogy nagy árvizek is, nagy csapadékok is lehetnek, de lehet, hogy szárazodás is lesz, száraz időszak. És akkor viszont a vízpótlásra van szükség. Tehát nekem gondolkozni kell, nekünk, árvizesnek ezen is. Ez a projekt is tartalmaz a túlmenti holtmedrek közül kettőnek a vízpótlását. Az öreg túr vízbetáplálását biztosító sonkádi osztózsilip is átépül, és egy nagyobb vízhozam bevezetésére is képes lesz, mint amennyi jelenleg szükség van. A holtmedrek azok pedig magától értetődőek vizes élőhelyként fognak működni. A nagyari Petőfi zsirip szintén átépítésre kerül, ez pedig a nagyari túrág, az öreg túrnak az a Tisza felé kivezető ágám van rajta jelenleg is, és az új is ugyanígy lesz. Ott egy vízvisszatartási funkció is van, nem csak az árvíz ellen kell védeni a mentett oldalt, hanem hogy a vizet is meg tudja tartani a nagyari túrágban és az öreg túrban. A jelenlegi fázis a tervezésről szól, jövőre kezdődhet meg a kivitelezés már egy másik program keretében. A teljes beruházás pedig 2027-ben érhet véget.